A Szabadkán élő, de szarvasi lakcímmel is rendelkező Brezoszki Roland fontosnak tartja, hogy külhonniként is beleszólhasson az anyaország ügyeibe. A 2014-es magyar parlamenti választásokon is a szabadkai magyar főkonzulátuson szavazott, és most is ezt kérelmezte a Nemzeti Választási Iroda honlapján. A Nemzeti Választási Iroda honlapján lehet a külképviseletem kérni az átjelentkezést, illetve a lehetőséget, hogy itt szavazzunk. A honlapot kinyitva lépésre lépésre mutatja, hogy mit kell beírnunk, amelyet a lakcímkártyáról be kell másolni, különböző adatokat, és aztán végül pedig egy e-mail címet megadni, ahova értesítenek bennünket. A három gyermekes család nehezen tudná megszervezni, hogy Magyarországon szavazzon október 2-án. Fontosnak tartják a kvóta referendumon való részvételt. Úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség számunkra, és nem csak számunkra, mindazoknak a polgároknak a számára, akik ezen a napon nem a magyarországi lakcímükön tartózkodnak, mint ahogy mi sem fogunk azon a napon Szarvason tartózkodni, hogy mégis megtehessük a szavazatunkat, így akkor ezt a szabadkai konzulátuson meg tudjuk tenni, úgy, ahogy ez történt ugye 2014-ben is a parlamenti választások alkalmával. Az ilyen módon történő szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt. Ezt személyesen, levélben és elektronikusan is megteheti. Erről tájékoztatták az érintetteket a szabadkai magyar főkonzulátus munkatársai a Pannon Televízió Szubjektív című műsorában. Ennek is van egy határideje, ez szeptember 24, tehát addig kell ezt megtenni, ezt a regisztrációs kérelmet, addig kell továbbítani, ezt egyébként nem a főkonzulátusra kell továbbítani ezt a kérelmet, hanem a helyi, tehát a lakóhely, magyarországi lakóhely szerinti helyi választási irodához kell továbbítani, de természetesen, mint ahogy a regisztrációnál is erre mód van, itt is lehetőség van arra, hogy interneten keresztül, és talán ez egyszerűbb is, tehát azon keresztül is lehet kérelmezni azt, hogy valaki ne a lakóhelyén, hanem külképviseleten, ez jelen esetben Szabadkán a főkonzulátuson szavazhasson. Az október 2-ai népszavazás kérdése így szól. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? Babit János, szabadkai főkonzul a referendumon való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet. Mindenki látta, hogy ez a jelenség mit jelenthet egy itteni közösség életében. Tudjuk nagyon jól, hogy ez egy sokkal nagyobb kérdéskörnek az egyik szelete, ami a magyar népszavazás, és valójában majd valahol Brüsszelben kell döntést hozni ennek a problémának a kezelésére, de azt hiszem ez nagyon fontos, hogy a legalapvetőbb alkotmányos jog, a szavazati jog most is biztosított, és mindenki kinyilváníthatja a véleményét. A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok a külképviseleti névjegyzékbe való bejelentkezés után Szerbiában, a szabadkai főkonzulátuson vagy a belgrádi nagykövetségen is szavazhatnak október 2-án.